Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm a mai vendégemet, Falusi Mariant. Hello! Ennek a műsornak most az a címe, hogy korhatártalanul. Amikor kitaláltam, hogy valamit kéne még csinálnom, azt terveztem, hogy az lesz a címe, hogy amiről még nem meséltem. De kiderült, hogy van ilyen könyv, meg volt ilyen műsor, tehát változtatnom kellett. De ha most tőled azt kérném, hogy kezdjük a beszélgetést valami olyannal, tudom, nehéz a amit feladat. Amit még nem mondtam el. Igen. Ajaj. Vagy amiről mindig szerettél volna, de ezek a fránya riporterek, kérdezők sose kérdezték tőled. Van azt ilyen? Azt hiszem, hogy olyan nincs. Nincs, mert hogy nagyon sokan utána ásnak mindig annak, hogy mit mondtam már el, akkor látják, hogy mindig a saját paternyeimet használom, azokat oda beteszem, elmondom, az nem érdekel senkit. Próbálnak olyanokat kérdezni, ilyen magánélet, meg nem tudom, olyan dolgokat, ami nekem nincs, szóval tulajdonképpen amiről nem tudok beszélni, és egy csomó dolog meg a feledés homályába merült. Tehát most csináltunk, akkor szembesültem ezzel egyébként, amikor csináltunk most egy könyvet, ilyen padödő könyvet, nem azért, mert mi szerettük volna megcsinálni, hanem azért, mert felkértek bennünket, és mondták, hogy akkor csináljuk meg. Semmi nem jutott eszünkbe. De semmi, tehát semmi olyan, amire én úgy gondolom, hogy már mindent elmondtunk, és ami már egyszer kiment, azt nem szeretem még egyszer elmondani, mert azt ugyanazokkal a szavakkal tök bénán tudom elmondani, semmi értelme nincsen, és ezért aztán a könyv tematikája olyan lett, hogy emlékkönyv, és azok emlékeznek rólunk, akik minket ismernek, helyettünk. Aztán miután azt persze természetesen odaírjuk a kommentjeinket, hogy erről mi mit gondolunk, és hogy bezzeg szerintünk nem így volt, de hogy volt, arra már nem emlékszünk. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e olyan téma igazán, amit nem érintettünk. Uh-huh. Mert a munka mindig van, magánélet mindig van, György mindig van, család mindig van, nyaralás van, utazás van, főzés van. Mi a tökről lehet még beszélni? Uh-huh. Te mondtad magadról, hogy a szabadság az, ami az embereknek először eszébe jut rólam. És ezt én meg tudom erősíteni, hogyha veled találkozom, akkor ez a hihetetlen őszinteség, és ez a hihetetlen, hogy semmi békjó, semmi kötöttséget nem vagy hajlandó, vagy nem vagytok, de beszéljünk most csak rólad, hiszen te ülsz itt velem. Gyerekként is ilyen voltál, hogy ilyen kis lázadó, vagy szókimondó, vagy igazságbajnoka? Pontosan ez voltam. Szókimondó, lázadó, igazságbajnoka, mindig mindenkiért kiálltam. Az osztályban mindig én voltam az ilyen felelős, akinek a nagy volt a pofája, aki odaállt előre, elmondta, hogy kivel mi a probléma. Tehát ez, és családom belül is soha nem volt ilyen elhallgatás, vagy valaminek az elkendőzése, hanem mi mindig mindent kimondtunk. És szerintem ez így a jó, mert így a természetes, ezt megtartottam aztán a későbbiekben is. Nehéz volt, mert utána hosszú éveken keresztül dolgozunk lányok. Sok lányjal együtt, amiben azért mindig van egy csomó olyan helyzet, hogy esetleg konfliktus lehet, és én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy amikor ilyen suskus vagy valami elindul, és észreveszem, abban a pillanatban álljon egymással szembe a két ember, mondják el egymásnak, beszéljük meg, és utána hagyjuk abba a macerát. Én nem szeretem az ilyen forrongó, lázongó, összeszedegetett problémákat. De lehet, hogy azért is maradtál ilyen felnőtt korodra is, mert soha nem koppintottak az orrodra, vagy nem állítottak a sarokba? Nagyon sokszor a sarokba állítottak, nagyon sokszor az orromra koppintottak, de hát az csak erősíti az emberben azt a hitet, hogy ez a jó út, mert akkor mindig meg kell nézni, hogy ki az, aki koppint, ki az, aki állít. És attól kezdve tudom, hogy én vagyok a jó. Ha meg vagyok arról győződve, hogy joggal és okkal harcoltam valamiért, akkor azt utána is megtartom azt a heves lendületet. És hát természetesen, amikor a Györgyivel találkoztam, akkor ez még jobban felerősödött, hiszen ő is hasonló tempóval és hasonló szemlélettel bír, úgyhogy nagyon egyszerű volt nekünk, mert akkor válvetve a világ ellen, és akkor nekünk volt a legnagyobb szánk. És ez azóta is így van. De ebben az anyukád is mellette, de... A szüleim abszolút mellettem álltak, sőt az anyuci nagyon élvezte ezt. És azt mesélte egyszer, hogy neki az volt a gyerekkoromban az egyik legklasszabb pillanat, amikor tudod, figyeled a gyereket, mesélsz neki, nézed a szemét, hogy mit csinál, és mondta, hogy füllentett. És nézte a szememet. És nem vettem észre. És még egyszer, azt mondta, hogy megvolt az a pillanat, amikor látta, hogy na most
Én kétségbe vontam azt, amit ő mond. És attól kezdve azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt, marára rölgött közben, hogy nagyon fontos pillanat volt, hogy a gyerek elkezdett önállóan gondolkodni, és meg a saját szülője szavait is nem kétségbe vonta, hanem mérlegelte, hogy ez valóban megfelele annak, ami neki fontos. Uh-huh. És ez szerintem egy tökéletes dolog, hogy az anyukám ezt egy jó dolognak érte meg. Uh-huh. Szerintem nagyon sokan a rajongóid közül talán már nem is emlékeznek, hogy te hogy jelentél meg a színen. Tehát ez a 83-as Ki mit tud, és ugye jazz kategóriában nyertél, hogy arra te hogy emlékszel vissza? Hát az is egy ilyen véletlenszerű dolog volt, mert hogy én táncdalénekes kategóriában indultam, akkor már elvégeztem a főiskolát, mint operaénekes, és azt mondta a Sékolga tanárnő, hogy szabaduljak fel egy kicsit, és ne az legyen, hogy görcsösen állok, amikor énekelek, és ez a felszabadítási mozgalom is egy megmutatkozási lehetőség, akkor nem volt olyan sok, mint mostanában, nem volt internet, nem lehetett úgy kilépni a közönség, vagy bárki elé, hogy tudomást szerezzenek rólad. Általában egy zárt körben, egy buborékban mozgott az ember az énekesek között. És ez egy lehetőség volt arra, hogy na gyerünk, nézzük meg, hogy mit tud a gyerek, de miután valamiben profi voltam, olyanban indulhattam el, amiben nem. És ez a táncdal éneklés volt. És akkor egy zenekarral összeszövetkeztem, ők kísértek, és valami nem tudom miket énekeltem az elején, és aztán ahogy utána ment egyre tovább-tovább, és kiestek a táncdal énekesek, maradt a Vinant Gábor, meg én, és mi jazz, ő jazz énekes, és akkor kérdezték tőlem, hogy én nem tudnék-e valami olyat énekelni, mert hogy úgyis ott van a stúdium Dixieland, és akkor velük álljak össze, és a Dixieland az már majdnem jazz, vagy az, és hogy akkor ez a jazz kategória marad. És akkor azt megnyertem, a csodálatos Vinant Gábor, az fantasztikus énekes volt, most nemrég halt meg, és tényleg ő elképesztő, tehát a jazzben ő valódi nagy ember volt, én ehhez csak így konyítottam akkor, tehát semmi közöm nem volt hozzá, de így maradt meg, hogy ez egy borzasztó jó élmény, nem tudtuk akkor, hogy ez az egész mit jelent, csak azt, hogy jó csinálni. Úgy meglepődtem azon, mert azt tudtuk, hogy a Ki mit tud győzteseit aztán Európába, meg Kubába, ilyen-olyan fesztiválokra mentetek, de hogy te még Mongóliában is voltál fesztiválon, és ugye igen. Mongóliáról mi jut az ember eszébe, hogy a pusztaság, kumisz. Meg kumisz, meg jurták, tehát hogy milyen emléked maradt a mongol fesztiválról? Hát ez nagyon érdekes volt, mert a Ki mit tud után egyetlen egy helyre Kubába vittek el bennünket 8 napra, amikor még 7200 forint volt a repülőjegy. Mert hát, mint szocialista ország, és nagyon támogatták ezt a dolgot, és annak idején még a VIT volt Kubában, az volt a világifjúsági találkozó, az volt az egyik nagy lehetőség, hogy oda kimenjenek az emberek, akik elindultak a Ki mit tudon, de ez már egy későbbi volt. De úgy látszik, ez a kapcsolat megmaradt, és akkor oda mentünk, ott forgattunk egy hétig, csináltak velünk filmet, hoztak, vittek bennünket. Nagyon jól éreztük magunkat. Ez volt a díj. Semmi más, tehát nem volt autó, meg lakás, meg 1 millió havonta, meg ilyenek, igen, amiket mostanában szoktak osztogatni. És aztán utána én el is mentem külföldre dolgozni, és amikor aztán visszajöttem Magyarországra dolgozni a Presser hívására, hogy lesz ez a Rémségek kicsinyboltja című musical, ahol végül is a Györgyivel találkoztam, volt arra lehetőség, hogy a Stúdium Dixielanddel folytassam itthon tovább a munkát. És közben voltak ilyen mindenféle fesztiválok, és oda nem a Ki mit tud, miért jutottam el, hanem a Havannai Fesztiválra elhatároztam, hogy én megyek először vissza Kubába, mert annyira tetszett nekem. Azért mehettem el, mert a Katona Klári éppen beteg volt. A Mongol Fesztiválra azért mehettem el, mert a Kardabea éppen beteg volt. Mert voltak azok a művészek, akik itt mindig kiszokták őket küldeni fesztiválra, csak akkor nekik nem jött össze, és én voltam a beugró. Úgyhogy beugrasztottak ebbe és a dologba. És meg is nyerted a igen, és ezt nagyon-nagyon élveztem. Tehát ha van visszamenni oda, az egy csodás élmény volt. Egy hónapon keresztül mászkáltunk Kubába, Havannában voltunk egy hétig, onnan lementünk Santiago de Cubába, és onnan jöttünk vissza 3 nagy kamionnal végig az országon és a nagyvárosokban csináltunk nagy koncerteket. Ez ilyen szocialista fesztivál volt, szocialista előadók az egyik buszban, a technikai személyzet a másik buszban, és a harmadikban pedig a kórus, meg zenekar, tudom én, akik még ott voltak. Iszonyatosan nagy szabású volt, nagy kamionnal mentek előre, építették a színpadot. Tényleg nagyszerű élmény volt ez az egész, és örökre oda kötött. Mongóliában már nem ilyen volt a helyzet. Ott a zenekar egy kicsit kevésbé volt profi, hogy úgy mondjam, mint ahogy a kubai zenekar, ami csodálatos volt, és leginkább háttal a nézőknek, így a zenekart nézve boldogan énekeltem.
A mongol zenekar az kicsit viccesebb volt, de maga Mongólia az egy hihetetlenül nagy élmény volt. Tehát Ulánbátorban van egy hatalmas buddhista kolostor, ami az életem egyik legnagyobb élménye volt, hiszen ott találkoztam először ilyen buddhista nagy építménnyel, és ennek az egésznek a hangulatával, és tudtam angolul elbeszélgetni ott egy mongol szerzetessel, akinek szinte naprakész tudomása volt a föld dolgairól, amit nem is értek, hiszen nem volt akkor internet, meg semmi. Bemehettem, ahol olvasták ezeket az imalapokat, meg egy csodálatos volt maga ez az egész élmény. Maga a szálloda is nagyon vicces volt, mert minden volt benne, videó, tévé, minden, de csak az eleje így műanyagból nem lehetett használni, úgyhogy ez nagyon érdekes volt, de egy hatalmas ilyen lakosztály, és tökre élveztem az egészet. Mentünk ki a pusztába, a jurtában, felöltöztünk, kumisztítunk, igen, hát ott hoztak, vittek bennünket, azért ez egy ilyen nagy kivonulás volt. 3 hétig ott voltam. Az étrend az egy kicsit furcsa volt, és az rettenetes volt egyébként, mert én nem szeretem igazán a birkahús, most mondom, akkor még szerettem. De az első héten ott csak birkát hoztak, de a birkát nem tisztították meg, hanem azzal a fagyúval együtt nagyon erős szaga volt. A második héten már csak valami tésztákat próbáltunk enni, de hát arra is tettek ebből a birkás cuccból. A harmadik héten azt hiszem már csak vodkát ittunk, de már annak is fagyú szagát éreztük, úgyhogy az ugye kicsit fura volt, de nagyon nagy élmény volt. Marian, hogy emlékszel? Hát most 83, ugye azt mondtam, 83, óta eltelt 27, ne is számoljuk. Ne is számoljuk. Tehát, hogy az a fiatal lány és a mai Marian között mi különbség van? Akármint előadó. Néhány kiló. Azt hiszem, hogy semmi több. Igen? Hát én ugyanolyan gyermeki boldogsággal tudok nekiállni dolgoknak, mint akkor. Most erre éppen van egy lehetőség, és most fedeztem fel magamban éppen ezt, hogy ez milyen. Mert nagy zenekarral nagyszerű énekelni. Én ezt ott tapasztaltam meg először, hogy ilyen igazán nagy big band, fúvósokkal, mindennel. Utána azóta már volt erre természetesen többször lehetőségem, de most meghívtak a szombathelyi szimfonikusok, hogy csináljunk filmzenekoncertet. Ennek ott már nagy hagyománya van, már meg se hirdetik, és már eladták a jegyeket. Én leszek a szólista, és nagyon büszke és boldog vagyok ettől az egész munkától. És hát éppen ma délelőtt már egyeztettünk ilyen hangnemeket, kottákat, mindeneket, én is ajánlottam, és dolgozunk rajta, hiszen nekik is van állandó anyaguk, amit már játszanak, és végre van lehetőség újat tanulni, és én borzasztóan szeretem azt, amikor újat lehet tanulni, mikor nem csak a saját dalaimat éneklem. Már említetted a Rémségek kicsinyboltját, és én téged abban láttalak. Jaj, de jó nekem. Igen, és annyira érdekes, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, de akkor még nem voltál híres. De egyáltalán nem. Azért mondom, 85-ről beszélünk, igen. És nekem mégis ott van előtt valamilyen ilyen sárga ruhában volt, tehát annyira megragadtál bennem így látványban is abban az előadásban. Hát a látványt nem csodálom, mert azt Elkazovszki volt, igen, aki a ruhákat csinálta, és hát egyszerűen fantasztikus volt tényleg a változatossága, a naprakészsége, és volt a nagy Elkazovszki kiállítás fent a várban, és ott mentünk megnézni, és ott is ki volt állítva a mi ruháink, mert annyira jellegzetesek, és nagyon klasszak, és tényleg művésziek voltak, és ez arra jó élmény volt. Nem, hát akkor nem is tudtam, hogy miben vagyok. Tehát az volt az első rácsodálkozásom a színházra, színpadon állni, úgy, hogy ott énekelni. Más az, amikor az ember vizsgán énekel, fogja a zongorát, szóval az egészen más volt, egy klasszikus vonal, és ez meg egy egészen más, egy szabad vonal volt, maga a zene, írtó jó, nagyon klassz musical zene, még a korai musicalek egyike, és amiben még jó sok dallam volt. És a cselekmény is akkor ez ilyen, akkor egészen új volt, a Csizmatyai Tibor rendezte, és ez egy ilyen véres, egy emberevő kaktusz, aki megkajálja az embereket, és ott böffenti ki a vért, és ott folyt a vér, letakarták az első sort nejlonnal, akkor még nem volt magyar színházban ilyen, az egészen úttörő vállalkozás volt. Kimerem mondani, hogy zseniális énekesnő vagy, zseniális előadó vagy, és színházban is, színészként is, megálltad a helyed. Köszönöm. Igen. Na most de hogyha le kéne ülni és korongozni kéne egy vázát, azt ne tudd meg, te olyan béna nem vagyok. Nem biztos. Lehet, hogy ha azzal szoktam mondani magamra, hogy ha a kínai nagyfal leomlik, akkor utána akár korongozhatnál is. De hogy mind múlott például abban az időszakban, hogy nem mentél tovább a színjátszás útján? Csináltam akkor sok mindent, mert akkor valahogy úgy nagyon... Akkor ott összetalálkoztam a Györgyivel.
És a kettőnk munkája valahogy ilyen egyforma elképzelésünk volt tényleg az életről, arról, hogy mit, hogyan csináljunk, következetesen dolgozzunk. Én nekem nagyon tetszett az ő gátlástalan, hihetetlen, erőteljes léte a színpadon, tehát, hogy bármit meg mert csinálni. Tehát én, ha nekem azt mondják előtte, hogy most spárgázni fogok a színpadon, akkor röhögtem volna. Úgyhogy lement a spárgába, és akkor én is így felugrásból mentünk le a végén már spárgába, mert belefért a táncba. És hogy nagyon, tehát hogy merész lettem attól, hogy ő ezt meg merte csinálni. Még merész. Előtte nem voltam merész. Tehát félrejött ezt magánéletben, nagyon merész voltam, de színpadon nem. Tehát ott az ember azért gátlásosan, mert nagyon komolyan kritizálom magam. Tehát az folyamatosan jelen van, hogy állandóan csesztetem magam, hogy ez nem elég jó, nem így kéne, nem merem, és aztán ott elkezdtem merni. És attól kezdve nagyon élvezetessé vált. Tehát például most ez a merés. Miután én nem vagyok jazzénekesnő, és ez a szkettelés, amit meg lehet tanulni, és meg kell tanulni, tehát annak mindenféleképpen szabályai vannak, milyen harmóniasor, milyen felállásban, hogy miket énekelsz abba bele, aztán azon belül mehet a fantáziád. Nekem nagyon nagy szerencsém van ez ügyben, mert nagyon jó fülem van. De az életben nem tanultam meg ezeket a skálákat, meg mint hogy lehet csinálni, hanem egyszerűen csak nekiálltam. De egyszer valaki azt mondta, hogy ó, hát te csak körülírod a dallamot, puf, soha többet nem mertem. És aztán utána jött a Sárik Peti, aki mindig így játszott, és azt mondta, gyere. És muszáj volt. És akkor nekiálltam, és az ő inspirációja, és az ő zenéjének a változatossága, és az a hihetetlen energia, ami abból árad, az átjött belém is, és valahogy azt éreztem, hogy hát hiszen ez semmi. Csak el kell indítani azt az energiát, ahol valamit el akarok mondani. Milyen tehát furcsa ellentmondás van azért ebben, bár lehet, hogy itt nem jól gondolom, hogy ugye az előbb arról beszéltünk, hogy gyerekként is, kamaszként, fiatalként, hogy ki mered mondani, ellen persze, tudsz. Persze. És de hogy vannak ebbe... stoppok. Aha. Mert mindig van stopp, tehát szakmailag például van stopp, hogyha valaki szakmailag nekem azt mondja, hogy és nem volt mindegy, hogy ki, mert ez egy ilyen jazzrajongó fiú mondta ráadásul, aki még tetszett is nekem, tudod, és akkor az meg ilyen nagy stoppot tud csinálni. És aztán utána évek kellettek ahhoz, hogy egyszerűen neki merjek állni, és amikor már nekiálltam, akkor már nem volt gond, tehát most már bármilyen dallamra, bármikor, bárkivel nekiállok szkettelni. Az, hogy milyen eredménnyel, meg hogy milyen változatossággal, az, hogyha nyilván szakmailag ezt tanultam volna, akkor jobb lenne, de én mindig azt mondom, hogy ez az egész zene, ez nem erről szól, tehát ez az éneklés, hanem az öröm, és hogyha nekem jól esik, és belőlem ez jön, akkor most éppen az van, tehát nem kell semminek megfelelni. Ebben meg aztán pláne. Jazzt énekelni idén nyáron hallottalak, igen, élőben először, ugye a Szentendrei Teátrum egyik előadásán, és hát akkor úgy elhatároztam, hogy ha tehetem, akkor majd, mert ugye padödőként sokszor hallottalak, meg hát rádióban is sokszor hallottalak benneteket. Az Eldorádóban is felvillantál, az egy milyen... Igen. Szerep. Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, tehát a Bereményi Géza csinálta az Eldorádot, hosszú idő után forgatott, és ettől mindenki megrészegedett. Tehát, hogy a főiskolások jelentkeztek, hogy ingyen jönnek oda statisztálni, és mi akkor a Györgyivel nagyon érdekes jelenségnek tűntünk, és nekik ezek a szélsőséges jelenségek kellettek, két kövér énekesnő, és két kövér bár énekesnőt alakítottunk ott a régi Kontinentál szállónak az uszodájában, ami egy ilyen nagy báltérré lett ott alakítva. És ez marha érdekes volt, mert a Őszhajú rongyos nénéke című dal lett, a Darvas Feri átírta, mert a jiddisen mámét szerették volna, de az sajnos a jogdíjak miatt nem sikerült. Meg hát egy másik, a Tiroli Bocik című, egy ilyen kuplé dalt énekeltük benne. És hát Power Gyulának a műtermébe mentünk fel. Az egy olyan kulturális pesgés volt ott az a film, hogy az valami döbbenetes, és nagyon élveztem az egész forgatást. A film maga tehát, is egy nagyon jó sikerült film volt. Ha már te magad fogalmaztad, hogy ilyen extravagáns, vagy különc megjelenésetek volt, akkor egy picit itt álljunk meg, hogy ti ültetek Györgyivel, és elkezdtétek, hogy na figyelj, akkor most nem tudom, ezentúl bakancsot hordunk, vagy levágjuk, vagy hogy találtátok ki? Mert ezzel aztán ti divatot is teremtettetek, tehát nagyon sok... Nem tudom, hát akkor nem volt ez ilyen kis dolog, hogy valaki levágatja a haját rövidre, hogy jelvényeket tesz ki, tehát hogy így, hogy kiteszi magát annak, hogy beszóljanak az emberek. Most ez erre a legjobb, mert bármerre külföldön jártunk, és sok helyen jártunk külföldön különböző fesztiválokon, a Györgyivel,
minden fesztiválon, Franciaországban, Hongkongban, Amerikában, és, és mindenhol az emberek, hogyha hogy tetszik valami, akkor azt mondják, hogy ó, de klassz, milyen nice hair, csak úgy eljönnek mellettem, és mondták, hogy szép kék haj, ott sem volt akkor ez akkora nagy divat, hogy bárki csinálhatta volna, de arra soha nem veszik kint a bátorságot, hogy azt mondják, hogy faj, de ronda vagy. Szóval az nem, mert másikat megbántani az ott nem szokás. Csak egy pillanatra akasztalak meg, a minap Kanadában élő magyar írónő volt a vendég, és ő beszélt arról, hogy mennyire élvezi azt, hogy Kanadában mennyire udvariasak az emberek egymással. És most ezt te is szóba hozod, hogy... Hát, hogy az, amit a másikban szeretnivalónak tartasz, vagy szépnek, vagy becsülendőnek, annak szót adsz, vagy hangot adsz. Egyébként meg amit meg úgy tartod, hogy nem, azt meg rábízod, mert hiszen az az ő feszülése, az az ő gondja, azt neki kell megoldani, és hogyha te arra még csak rátrófolsz, azzal nem teszel neki jót, csak rosszat. Na de a kérdés az kérdés maradt, hogy találtátok ki magatokat? Találtuk ki, hogy így éreztük jól magunkat. Tehát, hogy soha nem volt designer, soha nem volt az, aki kitalálja, hogy most akkor hogy lesz, és mit vegyünk föl. A legelső fellépésünkön volt az, hogy volt a Húros Dóri nevű jelmeztervező lány, akivel a Györgyi együtt dolgozott Pécsett, és mentünk éppen Berlinben valamiért, és akkor Berlinben egy ilyen nagyon csúnya, ilyen sárga, fekete, csíkos bakancs. Azt mondta, hogy Györgyi, lépjünk föl ebben. Hát én, aki előtte ugye ilyen törpetűsarkú, előtte meg nagyon nagy tűsarkú. Én néztem, hogy úristen, hogy fogok én ebbe kinézni, ilyen egyébként is olyan vagyok, mint egy kacsa, így járok. Mindegy, bakancs isteni volt. Akkor utána rászoktunk arra. Hát mert kényelmes is, hát most az kényelmes, akkor mit küzdött fiatal korában tűsarkukkal. Igen. És akkor a Húros Dóri csinált egy ilyen kiszaggatott zakót, sok jelvénnyel. Az tök jó volt, és aztán valahogy rászoktunk a rövid nadrágra, mert hogy nekem klausztrofóbiás a lábam, tehát én télen is így kirakom, mert rosszul érzem magam hosszú nadrágban, úgyis nem tudom, valami miatt. Lényeg az, hogy rövid nadrág, trikó, kényelmesség. És az, hogy milyen a hajunk, az meg éppen az adott fodrásznak volt köszönhető. Voltak Pokrivcsák István annak idején, aki nagyon szépen vágott. Ő egy nagyon neves fodrász volt, igen, sajnos meghalt. És aztán utána meg hát különböző fodrászok és különböző hajfestési lehetőségek, amikor elkezdtünk aztán többször járni Amerikába, akkor ott sikerült találni ilyen igazi jó hajfestéket, ami aztán maradandó lett, úgyhogy rózsaszín kék, szép legyen. És színes. És vidám, nem? És tehát vidám. Nektek az fontos, hogy aki a társaságotokban van. Hát a Padodő is egy örömzene, nem? Igen. Tehát az 2 éve talán. Én direkt veled néztem meg a menopauzát, mondtam, hogy én veled akarom megnézni. Azt szintén élvezted, azt a feladatot, nem? Bár mondtad, hogy ott beugrott. Hogy nem. Én csak azt, mindig kérdezik, hogy mire vágyom, meg mit csinálok, és nincsenek bennem olyan vágyak, hogy én valamit szeretnék elérni. Szóval én most nem azt mondom, hogy én akkor most ebben az évben szeretnék egy, mit tudom én mit csinálni. Csinálom, amit csinálok, ahol éppen tartok, de nincsen ilyen. Jönnek szembe lehetőség, és abból választok optimálisan azt, amelyik a szimpatikus, amit szeretnék, és ami jó, és amit úgy érzem, hogy szívesen csinálok. Hála a jó Istennek, hogy nagyon nagy lehetőségek találtak meg világéletemben, és bízom benne, hogy ez így is marad. Hogy eszébe jutok olyan embereknek most, mint például a zenekar, vagy hogy a pici bácsival meg tudjuk csinálni a nagy koncertünket, amit már 2 éve tolunk. Egyébként a színházazás az úgy kezdődött, hogy akkor, amikor elkezdtünk a Györgyivel ismerté válni, egy pillanat alatt a második lemezünk kapcsán, akkor az ilyen közönségvonzónak tűnt, hogyha minket elkezdtek párosban a színházban foglalkoztatni. Tehát rögtön a Szegeden, a szabadtéri színpadon, a Mosolyországában direkt beleírtak nekünk 2 szerepet, Fini és Mini. Akkor a Színezüst Csehóba, ami egy musical, elhívtak, de elhívott például a Svajda bennünket Shakespeare-t játszani Szolnokra. Tehát, hogy olyan dolgok, ami prózai. Akkor a Györgyi megrendezte a Gőzben című darabot, abba belekerültem én is, amit ő már játszott előtte nagyon sokszor. Úgyhogy ezek ilyen színházak. Akkor a Mechanikus Narancs, ami egy kultikus könyv, annak az előadását a Csizmadia megrendezte, Kovács Kati szerepelt benne, meg mi. És az fönt volt a Kiszteli Romp templomban, az is egy nagyon érdekes előadás volt. Szóval így próbálkoztunk ezzel a színházi dologgal, de ez se úgy, hogy mi akartuk, hanem hogy szóltak és kértek. Néha úgy elgondolkozom azon, hogy az egyik ember élete így folyik, a másik ember élete meg úgy, hogy az egyiknek több minden sikerül, a másiknak meg nem annyi. De rögtön hozzá is teszem, hogy szerintem az egy fontos dolog,
És most te erről beszélsz, hogyha a sors, vagy emberek, vagy bárki eléd ad egy lehetőséget, hogy azt te észrevedd, meghalt, és használd, igen. És merj belevágni. Igen. Ugye? Mert igen. Akkor a te életedet nyilván ez is mindenféleképpen viszi. Szóval nem szabad megijedni semmitől, mindent csinálni kell. Mert volt, hát emlékszem, még tényleg a legelején jártam a dolgoknak, amikor a MÜPÁ-ba felkértek nagy koncertre. És akkor ott állsz, és azt mondod, hogy úristen, művészetek palotája, 2000, nem tudom, hány száz ember. Mit fogok én ott csinálni azon a nagy színpadon egyedül? És akkor elkezdett forgatni, hogy mi az, ami jó neked, mi az, ami jól áll, mi az, amit szívesen csinálsz, és ha te szívesen csinálod, szívesen hallgatják. Uh-huh. És akkor utána még egy koncert a MÜPÁ-ba. Akkor jött az László Boldizsár, hogy a Zeneakadémián csináljunk koncert. A Zeneakadémián popzenészeket nem nagyon szoktak, uh-huh. Oda bemegy a Presser, meg a, mit tudom én, az Amadinda, de hát ők nem mint popzenész, uh-huh. Hogy oda nem szoktak popzenészeket beengedni. Csináljunk oda, jó, csináljunk. Szóval más ettől visszariadt volna. És ott is a Hollerungék, ott is nagy szimfonikus zenekar volt, kórus, minden. Ezek erőpróbák. És emlékszem, az egyik barátom egyszer azt mondta, hogy éppen a MÜPÁ-s koncertem úgy kezdődött, hogy kimentem és elénekeltem egy népdalt, és azt mondta, hogy milyen bátor volt. Francokat bátor, szépen el kellett énekelni. Ugye a menopauzát már az imént említettem, és a nézők közül, ha valaki nem látta, menjen el a játékszínbe, és nézze meg. Sokan, és nagyon jó. És hát ugye tulajdonképpen a korosztályunkról, a női létről ebben a korban, hogy viszonyulsz te az idősödéshez? Hát az idősödéshez úgy viszonyulok, hogy az öltöztetésnél ott 20-valahányszor öltözünk át, 2 darab öltöztető kell. Tehát ez a legegyszerűbb viszonyom, régen meg tudtam volna csinálni egy öltöztetővel, mert beleugrok, így csinálok, úgy csinálok, de most már 2 ember kell, hogy rángassák, ott tényleg néhány másodperc alatt rá föl le a ruhákat. De foglalkoztat azt, hogy múlik az idő, és múlnak, jönnek az évek, mennek az évek. De hát minden ugyanúgy van. És ami megváltozik, annak meg változni kell. Uh-huh. Tehát én ezt abszolút elfogadom, nem vagyok hajlandó befeküdni ennek. Én most 63 éves vagyok. Uh-huh. És úgy érzem magam lendületben, energiában, mintha, mit tudom én, 25 lennék. Tudom, hogy 30-valahány éves voltam, amikor elkezdett romlani a szemem. Ennek megfelelően gondolom, belül is minden elkezdett leépülni, uh-huh. Mint ahogy ez teljesen természet. De nem lehet ezzel foglalkozni állandóan, mert akkor az ember nem tud arra figyelni, amit csinál. Volt egy ilyen valamilyen egészségmagazin, és akkor kiírta, hogy a szemeddel foglalkoz, és szemtorna. Erre néz, arra néz, így. Lábaddal, így kent be, erre forgasd, arra forgasd. Akkor masszírozd a füled, mit tudom én, az arcod, a krém, az akármilyen. És összeszámoltuk, hogy valami 27 órán keresztül kellene tökölni az embernek magával folyamatosan, hogyha mindent végig szeretne csinálni. És egyáltalán nem biztos, hogy hat. Tehát, hogy igen. Tehát igen. Ami kell, azt megcsinálom. Rendben tartom a körmömet, a lábamat, az arcomat, de nem járok hisztérikusan, kozmetikushoz, meg ilyenek, ez semmi. A teljesen normális dolog, ami ahhoz kell, hogy azt tudjam jó érzéssel csinálni, amit csinálok. Azért szeretnék veled a következő témáról is beszélgetni, mert ugye én is azok közé, a nők közé tartozom, akik pár nélkül élnek. Szegény Judit, szegény. és ugye valahogy Magyarországon még mindig az a, hogy mondjam, elfogadott, hogy azt gondolják, hogy egy nő akkor nő, ha férfi van mellette, mert akkor nő, ha akkor teljes életű, ha párja van. És ugye te is egy nagyon erős személyiség vagy. Tehát ebben te hogy tudsz működni? Hogy találsz könnyen párt, vagy nehezen, vagy igen? Ez egy érdekes dolog, mert nagyon sok barátom van, ami szám szerint 3 fiú barátomban, uh-huh. Akik barátok, tehát akikkel folyamatosan levelezek, folyamatosan beszélgetek, telefonálok, kapcsolatot tartok. Női barátomból van 2. Aha. Azt hittem többet nem. Fogsz mondani. Nem. Én soha nem barátkoztam egyébként lányokkal sokat, mert én nem szeretem azt, amikor valakin, mit tudom én, rajtad van most egy szép kendő, uh-huh. És akkor én neked már máshogy válaszolok azért, mert prekoncepcióban benne van az, hogy jó, te jobban nézel ki, mint én, mert rajtad van egy szép kendő. Ezt soha nem szeretem, és ez már ma legelejétől kezdve így volt. Már úgy értem, ez már általános iskolában kiderült, hogy nekem mindig jó cuccaim voltak, mert az apukám sokat járt külföldre, egy csomó esetben nem kedveltek emiatt, szóval ez ilyen, és ilyen fura volt ez az egész, hogy miért viszonyulnak hozzám így. Én inkább fiúkkal barátkoztam, mentünk kirándulni, meg másztuk a János egyet, sokkal érdekesebb volt.
Az az érdekes, hogy én mindig azt szoktam mondani, és ez egy ilyen pofátlan szemétségnek tűnik, hogy én annyi mindent csinálok. De nem csak mondom ezt, hanem már megtapasztaltam. Annyi mindent csinálok, hogyha velem van egy fiú, az ebbe megőrül. Tehát, hogy nem képes lekövetni azt, hogy ide is jöjjön, oda is jöjjön, velem legyen, megfeleljen, simán ki lehet herélni egy fiút ezzel nagyon gyorsan, és ez egy borzasztó dolog. És borzasztó nagy figyelem kell arra, hogy az ember párkapcsolatban maga mellett tudjon tartani valakit, megadja neki a tiszteletet, a kóvetet, a szeretetet, és hogy azt a megbecsülést, amit megérdemel. Saját maga miatt is, meg azért is, mert velem van. Volt erre már példa, tehát nem azt mondom, hogy én egy örök életű, persze, magányos vagyok, de nagyon nehéz. És most ezt úgy tudom fenntartani, hogy vannak olyan barátaim, akikkel eljárok úszni, van olyan, akivel eljárok színházba, van olyan, akivel eljárok sportolni, van olyan, akivel eljárok dumcsizni, van olyan, szóval, hogy ez a sokféle mindenség, amiket itt csinálok, ezt úgy mindig egy kicsit mással csinálom, mert hogyha egy valakit erre szeretnék befogni, azt megölném vele. Aha. Ugyanakkor szóval mindig azt mondom, és hogy a mostani partnerem például olyan, hogy, és ez a legfontosabb, hogy legyen önálló élete, meg nekem is megvan az önálló életem, és amikor jó, akkor találkozunk. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egymást nyaggatjuk napközben, és minden egyes aprósággal a másikat csesztetjük, mert az nem tartozik rá. Abszolút egyetértek veled, mint ahogy az is egy fontos dolog szerintem, hogy mi nők a nagy emancipációért való küzdelmünkkel annyira felerősödtünk, megerősödtünk, hogy sajnos szegény férfiak olykor egyre gyöngébbek. Nem? Vagy feltétlenül gyöngébbek mások. Hát és egyébként mások, az nagy emancipációs küzdelmünkkel mi, mint nők, és a saját erősségünkkel a fiainkat toljuk széjjel, mert ezek az anyukák, akik majd ők tudják, hogy mi kell, meg minden olyan szinten tartják a fiúkat terror alatt, hogy nagyon sokáig mindenki a Mama Hotelben el van, és tudja, hogy mit kell csinálni, mert meg van neki mondva, és egy ilyen dologra vágyik. Én meg, hogyha egy ilyen ember kerülne mellém, akinek nekem meg kéne mondani, és ő teljesen, akkor megőrülnék. Nehéz dolog. Na, tényleg nagyon nehéz dolog. Egyébként volt egyszer egy jósnő, nem is jósnő, hanem egy ilyen, azt hiszem talán a nőklapi, valamelyik újságban mindegy, megcsinálták a horoszkópomat. És azt mondta, hogy a csillagaim együttállása az olyan, hogy ez az életem, már amennyiben van több élet, hogy ez az életem egy ilyen nagyon pozitív valami, mert hogy mindenben, tehát hogy tényleg amibe fogok, sikeres leszek. Biztos olyan sokat szívtam már az előző életeimben, hogy ezt most megérdemlem, és hogy jó lesz szakmailag, mindenileg, utazás, tényleg örömök, bármi, egészség, minden. Egyetlen egy dolog, a párkapcsolat, azt felejtsem el. És ez érdekes, hogy valahogy be is jön. Nem azért, mert ilyen önbeteljesítő jóslat, hanem mert valószínű, hogy ez de ebben van valami. Én nem bánom, hogy így. Tehát egy másodpercig sem, mert valószínűleg nekünk nőknek is tanulni, most valaki által ebbe egy picit jobban belenéztem, tehát tanulnunk kéne, hogy hogyan legyen egyenrangú velünk az a szegény férfi, és ez nem? Nagyon nehéz feladat. És egyébként, ha én nem dolgoznék ennyit, és nem ilyen, mert én sok emberért vállalok felelősséget. A családomért, anyukámért, Györgyiért, állatkákért, meg tényleg a barátaimért, meg körülöttem még egy csomó emberért. Hogyha nem ilyen lenne az életem, hanem szépen bemennék minden reggel egy munkahelyre, megcsinálnám a munkámat, ebédkor megebédelnék, délután innék egy kávét, elszívnék egy cigit, és mit tudom én, 5 órakor kilépnék, és viszont látásra a munkám, elmennék edzeni ide-oda. Tehát, hogy lenne egy olyan életem, ami egy ilyen kvázi normális életnek nevezhető, és nem egy ilyen minden nap más és állandó pörgés, és mindig valaki akar tőlem valamit, akkor biztos, hogy lenne arra erőm, energiám, hogy azt a másik embert, aki velem van, emeljem, amennyire csak lehet, hiszen azért vagyunk egymással együtt, hogy én emeljem őt, ő emeljen engem. A két barátnő közül az egyik biztos, hogy Györgyi. Igen, ugye? Visszatérve erre, még azért szeretnék valamit elmondani, hogy nagyon érdekes, mert hogy én azért úgy kvázi őszintén szoktam erről is beszélni. Én hálás vagyok, hogy így. És mindenhol eddig az elmúlt 20-30 évben. Egyetlen egy olyan fiú még nem jött oda elém, aki azt mondja, hogy na, gyere, nekem ez így tetszik. Senki.
Pedig én erre vágyom, nem a szőke herceg, meg nem a jöjjön oda és megpuszilja, hanem hogy el tudja de valaki mer fogadni. De oda menni, Marian, hát egy láthatóan az. Egy erős, sikeres, önálló, saját, mindent. És olyan paraszt vagyok egyébként, képzeld el, és ez már gyerekkoromban is így volt. Volt egy olyan régi Volkswagen, amelyik lenyitható volt a teteje, de ilyen izékkel, ilyen csíptetőkkel. És még, mit tudom én, főiskolás voltam. És megálltam a sote előtt, mert hogy elkezdett esni az eső, felálltam a járdára gyorsan, és elkezdtem becsukogatni, és jött arra egy írtó jó csávú, de tényleg olyan csinos volt, hogy ez hihetetlen, és azt mondta, hogy segítek szívesen, hogyha kell. Nem, köszi, én is tudom. Na ez a baj. Észlesen veszem, ha valaki agitad, és jön oda, hogy valami, és én inkább tudom. Az a pillanat, milyen jó, hogy ezt megtaláltuk. Onnan kezdődött az egész. A barátságról, hogy mit jelent neked a barátság? Mit vársz? Nekem a Györgyi az a testvérem, tehát az egy más kapcsolat, mint a barátság, mert ő vele beszélek meg mindent, ő ugyanúgy gondolkodik, mint én, kicsit hirtelenebb, kicsit nyersebb, én söprögetek utána néha, de az nem baj, mert a gondolatunk az közös. Mi a klubrádióban hallak titeket, amikor söprögetsz. Igen, amikor mondom, Györgyi. És azt hiszik, akkor mindig mondják, hogy miért szólok rá, nem szólok rá. Hát csak így legalább egy kicsit meg van puhítva az, ami ő belőle egy rögtön kiugrik. Szóval, hogy ő nekem tesó. A barátság az azt jelenti, hogy ha baj van, meg ha jó, akkor is. Tehát, hogy van kivel elmenni, valamit csinálni, van kit megkérni, hogy a garázsból szedjük ki a vizét, mert az nekem nehezebb. Szóval, hogy ilyen dolgok. Van kit fölhívni, megbeszélni a semmit, vagy ha valami fontos döntés van, akkor megbeszélni azt. Uh-huh. Igen, meg a barátság nekem egy nagyon fontos intelligencia kapcsolat, tehát az nagyon szükséges, hogy egyformán gondolkodjunk dolgokról, hogy tudok barátkozni. Ugyanakkor például van olyan barátom is, aki meg egy teljesen egyszerű kétkezi munkás, akinek semmi köze a művészethez, semmi köze a röppenős művész élethez, és mégis nagyon jóba vagyunk, mert ő meg olyan szíve van, hogy csak na. Én a nagymamámra szoktam hivatkozni, hogy nála intelligensebb, szeretettelibb ember nem létezett a Földön, pedig 2-3 osztályt, ha végzett annak ideig. Nem azon múlik. Érzelmi intelligencia, igen. És az alapvető. Így van, igen. Így van. A hatalmas jó szívedbe a segítőkészség, a jótékonykodás, tehát, hogy... Az természetes, szóval, amikor az ember valahol ott van, hogy tud segíteni, akkor segíteni kell. Ez nem kérdése, elhatározás kérdése, vagy valami, ez szerintem magától értetődő. Erről nincs mit beszélnünk. Akkor ne beszéljünk, ez is elég volt. Akkor utazás, jó? Utazás. Abban nagyon egy húron pendülünk, mert néha kicsit irigykedve nézem, mint ahogy persze olykor biztos engem is irigykedve néznek, hogy épp hol járok a világban. De én nem írom ki soha. Azt a tudom. Legritkább esetben. Nem szeretek tudom, kérkedni az utazásra, mert az utazás a saját. És hogyha bárhova utazom, van egy barátnőm, akivel utazni szoktam, az általános iskolá, nem, gimiben együtt ültünk a padban, és akkor elhatároztuk, hogy majd mi egyszer utazni fogunk, aztán ő utána diszidált, akkor még diszidálni kellett, és aztán hosszú évek után hazajött, vagyis hát nem hazajött, Németországban élt, és akkor elkezdtünk utazni, amikor már lehetőségünk lett rá, és bepótoltuk azt a nyugat-európai fiataloknak megadatott lehetőséget, akik kint éppen Ázsiában mászkáltak egy hátizsákkal, és mi akkor már kezdődő nénik mentünk, és csináltuk ugyanezt, és visszafiatalodtunk ezzel nagyon. És aztán utána egyre merészebbek és merészebbek lettünk, és olyan helyszíneket vettünk célba, amik már anyagilag is, meg mindenileg most jobban megengedhetőek voltak, és hát csodálatos utakat jártam be, de mondom, ezt nem szeretem propagálni. Ebben egy picit hadd vitatkozzam azért veled, mert én meg azért szoktam is például a blogomban leírom, és nagyon személyes, és nagyon szerintem igen jó történeteket osztok így meg, mert nagyon sok embernek nem adatik meg, hogy a gorillákat, ugye, mert ti ott is voltatok, vagy elmentetek Ázsiába, imádsz Ázsiába menni. Dél-Amerikában. Dél-Amerikában, tehát, hogy
hogy nagyon sok embernek ez nem adatik meg. És azért a legtöbb ember nem irigykedve olvas erről, vagy hallgat erről, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy te eljutottál, és de jó, hogy ezt megosztod. Tehát nem feltétlenül értek nem, veled. Biztos vannak olyan emberek, akik jól tudnak írni, igen. És ezt leírják. Én, amikor utazunk, akkor is azt csináljuk, hogy tudod, vannak ezek az úti könyvek, és akkor nézed, hogy ez van, meg ez kéne megnézni. Van egy útvonal, van egy gondolat, ami alapján elindulunk, és ami szembe jön, azt nézzük meg. Soha nem megyünk el csak azért valahova, mert ezt már valaki látta és kiírta, hogy ez jó vagy szép, mert azt ő már látta. Én azt lássam, amit nekem mutat meg az ország. De akkor így lemaradhatsz olyan helyekről. Nekem ez a fix nem ide, lehet, nem lehet fel egy országot megismerni ez csak biztos. Azért, mert oda mész. Amikor elmentünk a Dél-Amerikában például, Perúban a Keselyű kanyomba, ahol úgy lehetett fürdeni. Ha nem abban a szállodában laktunk volna, amiben laktunk, azt nem láttam volna soha, hogy forró víz ömlik a hegyből, és ilyen kis izékkel, ilyen kis zsákokkal, homokzsákokkal terelik el, és akkor különböző hőfokú medencéket váltak oda bele a kőbe. De ez csak ott egy ilyen valami... Egyik legnagyobb élményem volt. De hogyha azt nézem, hogy Albániában, amikor mentünk Albániába, úgy mentünk el hátizsákkal, ahogy kell, ott is volt egy olyan folyó, aminek az oldalába jöttek be ilyen kis erek, és ott olyan sárga volt a víz, meg kénes forrás volt, és ott is körbe rakták kővel, és ott ültünk, és közben a jéghideg patakba kilógattuk a kezünket. Imádom a vizet, nagyon fontos az utazásnál a víz, a tenger, a víz. És szóval, hogy ezek ilyen, most ezt kinek írjam le? Mit? Ez a miénk, és ez velünk jött szemben éppen azért, mert ott voltunk. És az a magában az utazásban, tehát most nem az egyes országokra, vagy látványosságokra gondolok, tehát miért szeretsz utazni? Mert az embert mozgásban tartja agyilag, tehát hogy nem tunyulsz el, nem süppedsz bele abba, hogy csak az van, ami van, csak az van, ami itthon van, csak úgy kell mindent, ahogy itt szokás, hanem egy olyasfajta nyitottságot feltételez tőled és vár el tőled, amivel elfogadod azt, ami ott van, elfogadod azt, ahogy úgy van, amikor ki kell menni az éjszakai piacra enni, és azt hiszed, hogy minden jaj, de koszos közben a csudát, amikor az étterembe bemész, akkor ott fertőzést kapsz, amikor kimész az éjszakai piacra, ott minden friss, mert állandóan mindent újonnan és frissen csinálnak. Elfogadod ezt például. Egy csomó ember nem tudná ezt megcsinálni. Elmegy ugyanabba a szállodába, esetleg még a márka is ugyanaz, mit tudom én, Balira vagy bárhova, ahol ami bármelyik országban ugyanolyan, és ugyanazt a szervizt kapja, csak ott alatta van két pálmalevél. Szóval, hogy nem ezeket kell megtalálni egy országban, hanem azokat kell megtalálni, ami ott a helyi sajátosság, és abba belemenni, és civil autókkal utazni, és bevállalni olyan dolgokat, amit úgy egyébként nem is hiszed el, hogy megcsinálná. Ketten kibéreltünk egy hajót például, és elmentünk megnézni. Igen, elég komoly hajót, és elmentünk a megnézni komodói ősgyíkokat a szigetre. Ez pedig életveszélyes is. Életveszélyes a nyáluk, igen, de úgy mentünk oda, hogy éppen nem volt nálunk pénz. És akkor meggyőztük a hajó kapitányát, hogy oda megyünk, oda visz bennünket, kölcsön ad nekünk pénzt, hogy ott tudjunk tölteni egy éjszakát, és ki tudjuk fizetni. Hajnalban megnézzük a gyíkokat, mert hajnalban kell menni, mert akkor még dermedtek, és nem tudnak az ember után futni, és nem annyira veszélyesek. És utána visszajövünk, délután visszajöttünk a hajóskapitány, és visszavisz bennünket a szárazföldre, ami egy 7 órás út volt. És iszonyatosan veszélyes, mert egy fokot alig tudtunk megkerülni. Szóval tényleg nagyon kalandos volt és csodálatos. És utána beülünk egy taxiba, elmegyünk a városba, veszünk ki pénzt, és akkor fogjuk tudni odaadni. És én azt szeretem ebben az egészben, hogy amikor kint dolgoztunk a reggeliben, és a Vitrai Tamás jött hozzánk vendégségbe. És bementem reggel oda az áruházba, ami a nagy áruház alja volt, nem akarok neveket mondani direkt, hogy Tesco. Szóval oda bementem, és a Vitrai Tamás vett 2 zsemlét. És jött ki, és mondta, jaj, bent felejtettem a pénzemet, és mondta a kislány, akkor itt hagyja. Tudod, szóval, és hogy Ázsiában ezt meg lehet csinálni, az a bizalom, az a szeretet, az az elképzelés, hogy neked majd meg lesz a pénz, a bizalom, ez a legfontosabb. És hogy ez ott megtörténhetett. Na, én ezt szeretem az utazásban, és ezt kellene valahogy ide importálni az emberekbe, hogy azért csinálunk valamit, mert jó, mert élünk, és mert szeretjük, és menjünk előre. És olyan piciken múlik abszolút, ez abszolút. Végül is az, hogy valakire rámosolyogsz egy boltban, abszolút. Vagy
Nem? Abszolút. Mondjuk én azért ettől el vagyok, erről nem mondhatok igazán véleményt, mert én ismert ember vagyok, és hála jó Istennek, hogy szeretnek. Úgyhogy ha én bemegyek a boltba, akkor az máshogy működik, mint hogyha láttam a múltkor a kórháznál egy néni akart fölmenni, sírdogált meg mindig, és nem engedték föl, és engem megfelengedtek volna, és azt mondtam, hogy nem megyek. Hát most azt nem kérdezem meg, hogy mostanában hova utazol. Jó. Most voltunk Egyiptomban a Györgyivel. Igen. És ott hol voltatok? Nagyon jó volt. Egyiptomban azt hiszem, hogy minden évben ki szoktunk menni. Volt olyan, hogy 40-valahányan mentünk. És most voltunk, mikor? November 3-a után. November 3-án adtuk le a könyvet, 4-én reggel elmentünk. Igen, és kint voltunk egy hetet, nagyon jó volt. Hát egy olyan szállodában voltunk, ott ezek az all-inclusive szállodák. Uh-huh. Jóval olcsóbb ez az egész repülővel, mindennel együtt, mint hogyha itt például elmész egy szállodába, úgyhogy tök jó. És az volt a nagyon nagy élmény, olyat választottunk, volt a tengeren egy nagy ilyen sziklapad, és annak a végén egy hatalmas korál, vagyis hát az is korálból volt maga ez a nem szikla, hanem korál, hanem egy hatalmas korál, egy ilyen legalább 30 méteres fal, amit lehetett egy olyan 10 méterig látni, és azt hiszem, hogy én úgy reggel kimentem, ráfeküdtem a vízre, és eltöltöttem ott szemlélődve egy pár órát, amíg abból az irányból sütött a nap, hogy lehetett látni ezt a több ezer csodás halat, a színeket, a mindent. Imádok merülni. Egy szentendrei tévéstúdióban beszélgetünk. Igen. És ebben a kisvárosban élsz most már 27, várják, 96. Szerintem ilyen 24-25 éve. Igen. Miért szeretsz itt? Miért ragadtál itt? Miért jöttél egyáltalán ki Szentendrére? Azért jöttem Szentendrére, mert a kutyát utáltam levinni sétálni világ életemre, hogy föl kellett kelni és legyalogolni az emeletről. Ez volt az első indok. A másik az, hogy én vidéki lánynak tartom magam, nekem szükségem van a fára, fűre, a földre, hogy süt a nap, hogy máshogy süt, hogy nem a város közepén vagyok. Bármihez tudok alkalmazkodni, tehát Istenén el voltam a 13. kerületben. Meg, hogy véletlenül eladó lett a házad, igen, ez is egy indok volt, meg, mert jó, mert amikor kijövök a városból, és van, az a szakasz, ahol nincsen semmi, ahol sötét van, és ez a haza, íti, haza, ugye azt érzem, hogy valamit ott hagyok a hátam mögött, azt a pörgést, meg mindent, hazajövök, persze itt ugyanúgy folytatom, mert amióta internet, amióta a telefon, amióta a macera, ez ugyanúgy megvan, de hogy ki tudok ülni a teraszra, el vagyok, meg jó, meg itt vannak azok a dolgok, annak idején, amikor utaztam régen rögtön a össze-vissza csapongok, bocsánat. Nem, baj, én is ilyen vagyok. Tehát amikor volt a ki mit tud, és utána kimentem egy évre külföldre dolgozni, és akkor kérdezték tőlem, hogy nincs-e véletlenül honvágyam. De hogy van honvágyam, mi a franc az, hogy honvágy? Mert hogy az ember úgy megy ki, hogy tudja, hogy majd egyszer visszajön, akkor úgy könnyű nem honvágynak lenni. És aztán belegondoltam, hogy mi az, ami nekem hiányzik. És akkor rájöttem, hogy akkor még volt Esti Érlap, az Esti Érlap árus, a Laci nevű hentes, akinek akkor a virsli ujjai voltak, hogy alig tudta megfogni a papírt. Szóval ezek a dolgok hiányoztak, és itt Szentendrén ez mind van. Tehát itt van, nem Esti Érlap, de hogy ott van az árus, benézek, mindig tudom, hogy a valutaváltóban az a rossz kedvű nőjön benne. Szóval ezek úgy mindig, hogy ezek egy létező dolgok, szeretem. Ez falu. Hát akkor őrizzük meg ezt a szeretetünket Szentendre iránt is, meg egymás iránt is. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Élveztem a veled való beszélgetést, és most nagyon 21. századian fogom befejezni, hogy köszönöm önöknek a figyelmet. Yeah. Tudják, néhányszor megismétli itt a TV Szentendre, de aztán jöjjenek az Endre Judittal elnevezésű YouTube csatornámra, iratkozzanak fel, lájkolják, kommentelják. Micsoda profi nő! Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Köszönöm, Marian. Én is köszönöm.